A Balmazújváros az első helyen állva, a nyíregyháziak mindössze egy pont hátránnyal a negyedik helyen várták a 18. forduló rangadóját. A találkozó a csapatok helyezéséhez méltó küzdelmet hozott, a hazaiak szinte végig vezettek, de a két pont sorsa csak az utolsó percben dőlt el. A vendégek az egyenlítésért támadhattak, de egy támadó hibát követően a nyíregyháziakhoz került a labda, és Varga László beállította a 28-26-os végeredményt. Az NKC ezzel zsinórban hatodik győzelmét aratta a bajnokságban. A végjátékban egy picit jobb volt a védekezésünk, de az egész mérkőzést úgy gondolom, hogy mi végig irányítottuk, hisz első félidőben is 3-4 góllal vezettünk, a félidőben 2 volt közte, utána a második félidőben jól kezdett az ellenfél, de újra el tudtunk menni 3-4 góra, tehát az előny végig nálunk volt. A végjátékra azt mondom, hogy ott igen, ott egy pici hiba belecsúszott, egyrészt a kapus teljesítménnyel volt egy kicsi gond, illetve támadásban volt egy-két eladott labda, ami miatt ilyen szorossá vált. Lehetett volna, én azt mondom, egy 5-6 gólos magabiztosabb győzelem, de a közönség szempontjából és a szórakozás szempontjából ez így volt jó. Az NB1B keleti csoportjának tabelláját a Mezőkövesd vezeti 27 ponttal, megelőzve a szintén 27 pontos Nyíregyházát. A Balmazújvárosnak és a Békésnek egyaránt 26 pontja van. Dobogó a cél, azon belül meg majd meglátjuk, hogy mi lesz, hisz ahogy néztük a tabellát, tehát az első kettőnek is ugyanannyi pont van, aztán a harmadik, negyedik pont helyezetnek is ugyanannyi pontja van, köztünk egy pont különbség van, az ötödik egy 4 ponttal van lemaradva, tehát itt még semmi nem dőlt el. Nekünk nagyon nehéz a sorsolásunk, 6 mérkőzésünk van hátra, ebből 4-et idegenben játszunk, és 2-t pedig a két rivális ellen, a Békéssel és Mezőkövesdel, aki meg szeretnék nyerni a bajnokságot. Tehát nehéz feladat előtt állunk, én mindig az aktuális mérkőzésre koncentrálok, illetve a játékosoktól is ezt kérem, hogy csak egy mérkőzést nézzünk, és majd utána, ha az megvan, akkor nézzük a következőt. Nagyon messze van még a bajnokság vége. Közben jöhet bármi sérülések, nálunk az ellenfélnél változhat a felállás. Én nem szeretek ebbe ennyire előre menni. Én szeretem azt, hogyha megcsináljuk a heti munkát, a hétvégét meglátjuk, hogy mi volt, mire volt elég az, amit kihoztunk, és hogyha nyerjük a mérkőzést, akkor természetesen készülünk a következőre. A nyíregyházi KC legközelebb szombaton lép pályára, akkor a 9. helyezett Balassagyarmathoz látogat Bécsi János együttese.